Sziasztok, szép napot mindenkinek! Gondoltam, megmutatom nektek a teknős etetést. Tehát itt az akváriumban van tartva a teknős, de ezt a korábbi videóban mutattam. Mivel most etetés következik, tehát innen kikerül, éppen azért, hogy a halak, egyéb máj, stb., amiket adni fogok most neki, azok ne koszolják össze a vizet. Na, tehát innen kikerül a teknős, van egy tál víz kint az előszobába, oda bekerül a teknős, oda a kaja már elő van készítve, mivel ilyen fagyasztott kis halakról van szó, még fel kellett engedjen a vízbe, meg a máj is fagyasztott, aztán ott elfogyassza, akkor még hagyjuk egy kicsit azért, hogy esetleg végezze el a kisebb-nagyobb dolgát is, aztán utána visszakerül ide. Tehát egy olyan 2 órát körülbelül kint lesz. Na nézzük, tehát innen most én kiveszem a teknőst, és előre elnézést kérek tőletek, hogy esetlegesen remegni fog a felvétel, mivel hogy most egyik kezemmel tartom a telefont, a másik kezemmel most kihalászom a teknőst. Megvan. Hatalmas ereje van, ugye neki szokta feszíteni a lábait az ujjaimnak. Akkor érzed. Na. De még leszoktam rakni időnként, hogy itt még jön megy. Megindul itt az előszobába. Na. Tehát azért látjátok, hogy nem kicsi, ez körülbelül ekkora volt, mindig 200 forintos, 7-8 évvel ezelőtt. Itt van ez a úgynevezett szívmix, időnként ebből is szoktunk adni neki. Hát ez egy ilyen bolti kaja, ilyen kis kockákban van összepréselve, állítólag marha szív, meg valami táp. Ja. Na, de most, mint említettem, itt a tálban neki már elő van készítve a hal és csirkemáj. Hát ezek ilyen kis halak. Ugye ezek fagyasztva tároljuk a hűtőbe, aztán most felenged, ezeket eszi. Egy héten egyszer kap, de szintén említettem már ilyen bőségesebb kaját, mint most is. Aztán napközben, még a hét többi napján szokott kapni időnként, de nem minden nap egy minimális almát, ezt már ott bent az akváriumban. Na, térjünk vissza a teknősre. Na, menné oda be, na, akkor tegyük be, nézzük meg, hogy ahogy eszik. Na. Láthatjátok, ahogy szedi össze a halat. Tehát ezek a kis halak, meg azok a barnás dolog a vízbe, az csirkemáj. Tehát még egyszer, körülbelül 2 órát itt lesz a teknős, azért, hogy ürítsen is, kakíja magyarul, hogy ne az akváriumba tegye, és koszolja vele a vizet. Oké, hogy van benne szűrő az akváriumba, de így még jobban tisztán tudod, hatékonyabban tisztán tartod így az akváriumot, ha így eteted a teknősödet. Na, tehát látjátok, a teknős eszik, jó sokat meg tud enni belőle, csak úgy szedi össze a kis halakat. Aztán majd a májat is. Na, ennyit akartam. További szép napot mindenkinek. Sziasztok!